írasszok, megint megpróbálkozok ezzel a dallal. Itt vagyok újra, bejelentkeztem, eltűnt itt a minden. Ugye ez a Damodár ez egy nagyon nehéz dal egyébként, ezt egy, meg tanulni, mire eljutok idáig. <laughs> ezt minden évben egy hónapig kell énekelni, vagy érdemes, amikor az Istenek elmennek aludni, mint most. Egy, egy pár hete kezdődött ez a Korszak, amikor az Istenek alsznak, és akkor minden este érdemes gyertyát gyújtani. Így gyújtottam egy gyertyát, nem tudom mennyire látszik. És ez egy szép meditatív dal, Istenről szól meg, hogy az anyukáról, meg még a kedveteléseikről. Egyszer lehet a fordítást is felolvasom, vagy bemásolom kommentbe, vagy valamit. Ritkán szoktam énekelni, ezért olvasnom kell a szöveget, ne haragudjatok, érte? és lehet, hogy mellé nyulok meg, és a többi, és a többi. De szeretem nagyon, nagyon szép. Szeretek énekelni, de nem tudom, देव रायथ विश्वस्य दन् नमो hogy hamis volt, meg félre nyomtam, meg minden, de énekelni merdik kell, hát a tévében nyomják a profik, akkor én legyek egy kicsit ilyen amatőrbe. Én azt már, Sziasztok! Nem tudom, hogy van-e már 8 óra, mert hogy addigra ígértem, hogy ma fogok beszélni, egy tök jó dolgot fogok mesélni. Ma nem az életemről fogok mesélni, mert magamról beszélni, de hétvégéig összeszedem magamat és akkor fogok mesélni eskü. <coughs> Ehhez van valami kis kényelmesbe. Mert majd sokkal fontosabbról fogok nektek, vagy szeretnék nektek beszélni. Uh, uh, arról, hogy miért nem kell félni attól, ami most van. lehet, hogy van a Youtube-on fönn egy videó, ahol már beszéltem így a, igazából a kasztokról. És ma a kasztokról szeretnék nektek mesélni. Uh, illetve hát arról a helyzetről, ami most van, ami van, ez a Covid. Nem szoktam vele foglalkozni. Ami van, ez a uh, félelemkeltés, paráztatás, vagy sok ember van, aki szenved, vagy uh, nem érzi úgy magát, hogy nyugodt lenne, vagy boldog. Ezért uh, nem, mert nem tudjuk, hogy mi történik, hogy miben vagyunk, és ezért nagyon fontos, hogy az ősi szentírásokat vegyük alapul ennek. Ma délután fönn voltam a Tari templomban, csináltam egy tök szép fényképet, nézzétek meg az előző posztomnál van nyugodtan, és a tibeti halottas könyvet volt szerencsém tanulmányozni, de, de olvastam előtte már ugye a Bibliát, Babavagét, és a többi, és a többi, az összes ősi ilyen írást, ami Szia Levi. <laughs> Ami, 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 történik, és ezek az ősi írások, ezek egy kicsit máshogy vannak a történelemmel, mint ahogy mi ezt gondoljuk. Ugye mi azt gondoljuk, hogy most 2020 van, de most nincs, nem 2020 van, hanem most nulla van. És van, volt 2000 évvel ezelőtt, 10 ezer évvel ezelőtt, 100 ezer évvel ezelőtt, sőt volt 1 millió évvel, meg 4 millió évvel ezelőtt is. És mi valamiért mégis azt gondoljuk, hogy a világ az így kezdődött el, tehát ez a keresztény elképzelés arról, hogy, hogy mi történt a világban, meg hogyan lettek ezek a dolgok, ezzel így meg, megnyomorítjuk tulajdonképpen magunkat, elszenvedjük azokat a dolgokat, amiket ránk nyom a média, Úgyhogy gondoltam, hogy én meg megcsinálom Ádi feloldozó médiáját. Sziasztok, ez itt Ádi feloldozó médiája, mert hát igazából tulajdonképpen csinál bárki tévét manapság, és ez itt most az. Tehát, hogy ugyanezt történik a tévébe, ugyanígy lámpák vannak, meg kamera van, és akkor megy a riport, csak ott összevágják és beadják. Most meg lehet itt tenni élőbe, na de hogy visszatérjek az eredeti témánkhoz, tehát hogy arról fogok most mesélni nektek, hogy miért, font, miért nem kell most félnünk, miért jó az, ami van, miért nem kell aggódnod a sok internetes tévés rettegésére a rettegős ismerő. Jó, van, van miért aggódni, tehát, hogy tényleg ez a koronavírus, ez létezik is, meg nem is. <laughs> olyan, mint a, olyan, mint ez a magyar népmese, arra emlékeztek, biztos, a, a, amikor mondja a királya, a, a királylánynak, vagy parasztlánynak, hogy na, de aztán hozzám úgy gyere, hogy e, ruhá hogy mesztelenül is, meg ruhába is, vagy e, szekéren is, meg gyalog is, vagy nem is tudom, hogy van majd utána nézem. Nagyon hasonlít ez a magyar népmese egy ősi íráshoz. A Simat Bágavata említi Narasimha megjelenését Isten, amikor megjelenik egy oroszlánfejű embertestű formában, és a, egy démon miatt jelenik meg, akit Hiranyakasi punak hívnak. Hiranyakasi pu a saját gyerekét terrorizálja, az öt éves kis praládot főtözbaszkodja baszkodja le, a hegyről érted, be, a kígyók közé minden, mert az hisz Istenbe. És egyszer csak a Narasimadev úgy megharagszik rá, hogy, hogy, hogy figyelj, most kitekerem a nyakadat, de addigra Hiranyakasipu már a... Azt hiszem, hogy Hiranyakasipu. Igen, mert rá van a, van rámajába. Tehát Hiranyakasipu, ami egyébként pihepuha arany ágyat jelent, hogy így értsük. A... Ő egy démon, és tízezer évig állt fél lábon, Ugye, tehát, hogy 2020 meg leírja egy könyv, egy, egy régi könyvbe olvastam, hogy volt egy csávó, aki, 2000, aki 10 évig állt e, e, fél lábon. Ez az Csabi, itt van hozzá ajándékot, meg ne is. Az, az valami ilyesmi lesz. Ez is egy ilyen történet, amit most mesélek, csak egy indiai verzióba. Uh, és akkor Hiranya Kasipu 10 évig állt fél lábon, egy lábon a fapózba, tudod, fönn a kezed, fönn a lábad, azt nem csinálsz semmit. És hogy kemény legyen neki a téma, az úgy nézek hogy termeszek a köré várat építettek, és csontig a testét, de még mindig keringette az élet levegőjét, föntartotta az élet erejét, és, és hát remegni kezdett az univerzum, és akkor eljött Brammá személyesen az univerzum első teremtett élőlénye, ugye Brahma, ő Ábrahám, ő van az első, ő népesíti, ő kapja meg az elemeket, ő hagyja végre a másodlagos teremtést. Tulajdonképpen ő az, akiről ír a Biblia, hogy szétválasztja az eget a földtől, és a többi, és a többi, és a többi. Mert Vishnu, illetve Krishna, pedig az, az eredeti teremtés az elsőleges teremtést hajtja végre. Erről is van fönn egy több négy órás videó évekkel ezelőttről a Teremtés könyve, egy-kettő, akarod néz utána majd. Tehát az eredeti, pedig ahol az elemek létrehoznak, az az elsőleges teremtést, az pedig egy másik, uh, hát az eredeti istenség hozzá. létre. a mindegy, brom már megjelenik, azt mondja, figyelj, irányok, a sipure, meg az univerzum szétverzi mindent olyan lemondásban van részed, mit szeretné, és akkor mondja ki hogy hatatlan akarok lenni, legy legyőzhetetlen. Hát mondja neki, Bramán, ne ára úgy te sokám, de én se vagyok az, hogy kér valami mást, mert az én életem is véget ér az univerzum végén. Ugye Brahma egy nappal az négy és fél millió év. Igen és Brahma egy éjele, az is négy és fél millió év, ez a 9 millió év, ez Brahmának egy napja. Egyetlen egy. 9 millió év az Brahmának egyetlen egy napja, és a joga jogaszentírások szerint most bramá, ma, ma 50 éves. Tehát pont most van a szüli napja, és és az esti, éjszakai, brahmá szülinapi buliában vagyunk, ezért beszélhetünk így Istenről, meg mindenről. Ezért nincs a most a Kaliugában, a Vaskorszakban egy démonikus, istentelen dolog. Na jó, és akkor Hiranyakasipu kitalálja, hogy hát figyelj, akkor ne lehessen engem megölni se földön, se levegőbe, ne lehessen engem se házban, se házon kívül, ne tudjon engem megölni senki, se fegyverrel, se Fegyver nélkül ne tudjon engem megölni senki. Se éjjel, se nappal, és azt hiszem ennyi. Na mindegy, és akkor megy a baj, megy a baj. És ugye senki nem tudja legyőzni, mindenki nagyon ver, mindenki fél tőle. Ő, a, ő, a, ő azt hiszi, ő az Isten, ugye ezért haragszik Istenre. És akkor. <laughs> Ja, hogy ne tudjon megölni se ember, se állat, és ezért, ezért jelenik meg az úr szimha Dév oroszlán fejjel ember. Testben az se nem állat, se nem ember. És megfogja a híranyagkasiput, kiviszi a templomnak a tornácára, hogy se házban, se házon kívül, naplementekor, hogy se éjjel, se nappal, és a tornácon fölveszi az ölébe, hogy se földön, se levegőben ne legyen, és a körmeivel, hogy se fegyverrel, se puszta kézzel szétszincálja szegény, így öli meg. Tehát, hogy nincsen, nincsen, nincs menekvés. Mindegy, ez most csak egy ilyen kis betérő történet volt, így, a, így az egészhez. Ugye Brammáról beszéltünk, hogy 9 millió év egyetlen egy nappala, ez egy kalpa, ha jól emlékszek, most az elnevezésekre nem, nem egészen emlékszek, de Brammá életében is ugyanúgy 365 nap van, tehát, hogy Brammá ha 50 éves, az azt jelenti, hogy hát egy éve is 365 napból áll. Az azt jelenti, hogy egy év neki 365 ször 9 millió év. Ez azt jelenti, hogy a, csak ez a teremtés, ami most van, ez össze, amúgy 9 millió éves ez a teremtés, és 4,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, mert minden élén, minden él végén elpusztul a teremtés, és minden reggel újra megnyilvánul ugye a tudósok alá is támasztják, tehát van egyik, egyik nappal jégkorszak, van másik nappal lángok. És ugye a tudósok, amikor csinálják ezeket a szénizotópos vizsgálatokat, akkor mindig megállapítják, hogy igen, 9 millió évvel ezelőtt özönvíz volt, aztán 9 millió év ezelőtt ez volt meg. Igen, az volt, mert a Bram előző éle is véget ért. És és most, amiben járunk, ezt Kaliúgának hívják, a vaskorszaknak. Ugye ezt több helyen is, több kultúrában is említik, hogy vaskorszak. Ez a Kali, Kali <laughs> De ez a legrövidebb korszak a 4,5 millió évből. Ez összesen csupán 250 ezer éves, és még csak 5000 év telt el belőle. És most, mivel Brahmás szülinapja van, egy tízezer éves aranykor bontakozik ki, és én most erről szeretnék nektek beszélni, mert tudom, hogy nem ezt látjátok, vagy nem mindenki ezt látja, hogy most egy tízezer éves aranykor bontakozik ki. Az első korszak az a szatyajúga volt, a jóság ideje, és a szatya az volt az aranykor, azt úgy hívták. És az aranykorban az emberek nagyon szentek, nagyon spirituálisak, önmegvalósítottak, bátrak voltak. Tehát nem volt gond nekik énekelni, táncolni, meg ilyen alap dolgokat, ugye, amivel manapság, én, 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 manapság az emberek félnek tőle. Most én is parázhattam volna, hogy ez a dal, amit az elején énekeltem, Uriste, hamis lesz, Úristen, mellé nyúlok, Uristen elrontom, Uriste. És el is rontottam, hamis is volt, de nem számít, nem, mert, mert Isten nem ezt nézi. Isten nem ezt nézi. Isten azt nézi, hogy hogyan tudsz, hogy akarsz, hogy dolgozol azért, hogy kapcsolatba kerülj vele. És a szatya az első korszakban, a, a, akkor még ugye van egy darma, darmáról már sokat szoktam beszélni, a darmának a, ő egy tehén. A darmának négy lába van. És ez a négy láb, ez a tisztaság, a kegy, a lemondás és az igazmondás. És a, Szatya jugában mind a négy lábán áll darma, és akkor nagyon régen lehetett sok joga gyakorlatot végezni, meg százezer évig benne maradni egy ászanában, mert az emberi élet is százezer év hosszú volt, és az emberek 16 méter magasak voltak. <laughs> Ez nem van írva, hihetetlen, nem? Tehát most képzeld -e, hogy volt olyan korszak, 4 millió éve ezelőtt, amikor 16 méter magas volt egy ember, és százezer évig élt, és persze, hogy tudott ezer évig jogázni, nem? Tehát, hogy most az sem eddig nem tart. És ebben a korszakban adta ezeket a tornagyakorlatokat Isten, mint önmegvalósítási folyamat, hogy figyelj be, menjél bele, üljél le ide, és akkor, és akkor tök jó lesz. Aztán kezdődött a következő korszak, azt hiszem ez másfél millió, vagy két és fél millió vagy fú a számokkal, de a lábon állok, majd valaki bekommenteli valami szakértő. És a következő korszak az a Tréta Júga volt, ez a aranykor, ezüstkor, ezüstkorszaknak hívták, és a darmának eltört egy lába még hozzá, azt hiszem, hogy a tisztaság lába, Tört el először, vagyis az emberek elkezdtek mindenféle tudatmódosító szereket használni a gyógyításon kívül is ugye, mert most az, hogy használ az ember tudatmódosító szert, vagy nem az nem arról szól, hogy hogy jó-e, vagy nem mert ezek, ezek gyógyszere gyógyító szerek, medicínek és amikor problémád van, akkor valami, valami medicínre szükség van, férfi beavatás mit tudom én elment Pisti a Sámához mert 16 éves volt, az kezdett állni a cerkája, meg már nagyon nézte a Júcsit a szomszéd jurtába, azt az apja látta, azt nem nyakon baszta, hanem elvitte a sámát. sámán azt mondta, hogy gyere Pistikén, van itt még a Dezsőke a szomszéd faluból, meg a vezé a másikból, akkor ti hárman most férfi beavatásba részt vettek. Főzök nektek egy jó teát, betett nekik egy kis hogy vagy angyalt tehát vagy nyalatot, vagy varangyot, olyan mindegy, annyi minden, hogy egy kis kendert szivatott velük, az főzavart őket a helyről, menjetek! menjetek föl a hegyre. És azok fölmentek be minden a hegyre, ott láttak mindent, megvilágosodtak, lejöttek, és férfinak érezték magukat, és élték tovább az életüket. Aztán össze elvette Júcsit, összeházasodtak, de aztán itt a Júcs belehalt a szülésbe, vagy valami, és Pisti haldokolt, mert hát meg eh, ott a szerelme. Tehát a legszörnyűbb dolog most nagyon sok vagy nem nagyon sok, de több emberrel is megismerek, akit el, aki szerelmes volt, párja volt, és elveszett a, elveszett a, 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 meghalt a szerelme, is, és, 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 rettenetben van, és nem tudta feldolgozni, azért Pisti elmegy, hogy vigye figyelj, sám, semmit sem főkenni, nem bírok a lovaknak, nem, nem tudok enni adni, hagyjál már valamit. sámá leült vele, beszélgetett vele, itt egy kedjút, vagy valamit, Fő dolgozta és ment tovább. De nem úgy nézett ki, hogy Pisti mindig ment másnap, és hogy figyelj, nincs még abból a, nincs még abból a cuccból. Na ez az Betty itt írja, tehát a Szatya Jug az 1.728.000 emberi évig tart. köszönjük, nagyon királyok vagytok, hogy segítetek. És a Tréta Juga, amiről most beszélek, az 1.296.000 évig tart. E és na visszatérek, visszatérek, tehát hogy a tudatmódosító szereket elkezdték az emberek használni a szatja jóga végén, és ezért Isten változtatott az imádatnak a formáján, azt mondja, jó, akkor nem vagy be vagytok tépve, akkor már nem a jóga a fő gyakorlat, hanem akkor most itt az ideje, hogy változtassatok a, 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 a hogyan kapcsolódtok hozzámhoz, és ugye rövidült az emberi élet, tehát az emberek felem akkorák lettek, tehát már nem a tréta júgában már az emberek nem 16 méter magasak, hanem csak 8, csak 8 méter magasak voltak. És és már nem 100 ezer évig éltek, hanem csak 10 ezer év, évig éltek. És akkor Isten adta nekik a táncolást, a, a, akkor Isten adta nekik a... a, a templomi imádatot, azt hiszem a murti imádatot adta nekik, amikor gyere be, szobrok vannak, tök jó minden, csináljátok is, akkor így tudtok kapcsolódni is Istenhez. És aztán elmúlt, bocsánat, ez a korszak is utána a következett a Dvápara Juga, ami, köszi Betty, 864 ezer évig tartott, és ez a Dvápara az emberek még összébb mentek, tehát már nem 8 méteresek, hanem csak 4 méter magasak voltak, az se az rossz, nem. És már nem 10 ezer, hanem csak 1000 évig éltek és ennek a dvápara végén kezdődik ugye a Biblia, tulajdonképpen, ahol még írnak ezer évig élően, tehát még Noé is 800 éves volt, Noé apja is ezer évig, tehát ott, ha olvastátok a Bibliát, az Ószövetség egész hosszan taglalja a családfákat, hogy és ennek a fia 900 éves volt, és annak és ő nemzeti azt, és az már csak 700 éves volt, tüttörüttörü. Tehát ez le van írva, az összes szentírásban le van írva, <kül> hogy emberek igenis éltek ezer évig. De és a Biblia, ennek a a végén kezdődik, ugye 5000 éves, akkor kezd, ír, íródik le ugye a bagavad Gita is, és a, ebben a, a korban az emberek elvesztették még egy lábát a darmának, ugye már nem volt tisztaság, és vápara, illetve a, a trétajúgában nem volt tisztaság, a válparajúgában nem volt se tisztaság, se kegy, elkezdtek e, húst is enni, vagy lemondás nem volt, nem tudom. Az valamelyik változott, az a lényeg, és bejött az újabb ö, ö, vallás. Ugye, mivel rövidebb az élet, már nem tudsz tízezer évig állni egy jogaászanában, már nem tudsz tiszta tudattal imádkozni, jó, akkor meg már húst is eszel, akkor legalább csinálj felajánlásokat, áldozatokat, ugye? És akkor kezd, akkor Isten adta erre a korszakra a nagy tűzáldozatokat, hatalmas tűzszeremóniákat, gyere dobd a gyémántot, a gabonát, a mindent, a szváha, biztos láttatok már ilyet, vagy voltatok ilyenek, vagy eljöttök majd a júrtába, ha megépítem, az is készül lassan. És, és akkor adta Isten ezeket a tűzceremóniákat, aztán bekövetkezett a kaliúga, amikor már se tisztaság, se kegy, se lemondás nincs az embereknek, az egyetlen egy lába darmának, a tehénynek az igazmondás, és az igazmondás az, amit most támadnak, tehát, hogy már a tisztaságunkat már nem kell, mert mindenki iszik, meg drogozik, mindenki, aki meg nem, az meg gyógyszerced, ami ugyanaz, vagy kávézik, vagy mindegy, tehát, hogy ez teljesen mindegy, hogy miről beszélgetünk, mert, mert ez nincs, tehát nincs se tisztaság, nincs kegy, mert mindenki húst teszik, mindenki öli az állatokat, az emberek, a kutyus az a kisgyerekem, de az, hogy, az, hogy a kutyus, az, az disznót eszik, malacot, meg csirkét, és azt ugyanúgy meg kell ölni, ugyanúgy, viszi, az nem nem, 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 fogják föl, nem is érdekli őket. Nincs vele semmi probléma. Csak csak, 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 mi nem szeretünk minden állatot, ugye? Azért, mert nincs ez, a, nincs ez a, lába a darmának, és ezt nem is értjük, nem is gyakoroljuk, nem, nincs neheztelés, nincs bűn, Ádinál nincs bűn, mindenki jó, mindenki azt csinál, amit akar mindenki a lelkét, a, az önmegvalósítását hagyja végre, tehát hogy tök jó minden. És nincsen se tisztaság, se kegy, nincs lemondás, tehát hogy az emberek nem végeznek lemondást, hanem inkább mindenki kényelmesen otthon szeret hesszelni a fotelba, és nehogy valami rossz legyen, vagy nehogy valami önzetlen tettet csináljak, nehogy valami olyat tegyek, ami, 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 ami el önként választott szenvedés, ugye ez, ez, e, így tudnám a legjobban megfogalmazni, mert mindenki szenvedni fog, ez nem a kérdés. Tehát a, aki megszületett, az meg is fog öregedni, betegedni, meg halni is. Tehát szenvedés az lesz. Viszont vannak olyan szenvedések, amiket kapunk az élvezet miatt, mert hogy amennyire anyagi szinten élvezel egy dolgot, ugyanannyira fog szenvedni a hiányától is. És mivel anyagi világról beszélünk, ez minden elmúlik. És vannak azok a dolgok, amikor ezt a szenvedést te fölül tudod írni, úgyhogy önként választod. Például elmész edzése, edzésen összevernek, akkor nem az utcán fognak. Ez, ez ilyen egyszerű. Vagy vagy, elmész edzőterembe, kondizol, fitnesszel és megsérül a vállad, és akkor azért fáj a vállad, mert edzettél. De ezt lehet úgy is, hogy otthon ülsz, azt úgy leszükül a mozgástartomány, úgy, hogy egyszerűen, amikor nyúlsz fel a bekattan a vállad, és, fő, és egy hónapig fájni fog csak azért, mert akartál főzni egy teát. És ugyanarról a válfájásról beszélünk. Ez is válfájás, meg az is válfájás, csak nem mindegy, hogy miért. Na és akkor eljutunk ide a Kali Júgánba, ebbe a korszakba, ahol most vagyunk, ahol már csak az igazmondás van, az őszintesség, az utolsó láb, és ez tényleg nem kerül semmibe, és mégis imádunk hazudni, mégis ezt teszik belénk, mégis, mégis ez az életünk, mégis, mégis ez, a, ez a minden. És hát most tulajdonképpen, amiben vagyunk, mert ezt azért kezdtem el mesélni, hogy miért nem kell félni, Tulajdonképpen hazugságok hazugságaiban létezünk. Az egész életünk egy, egy hazugságban történik, hiszen nem tanulunk Istenről, nem tanulunk a lélekről, nem tanulunk a szeretetről, nem tanulunk a szerelemről, nem tanulunk a szeretkezésről, a legszentebb szertartásunkról, nem tanulunk semmit a szeretkezésről. Értitek? Semmit. Mindenki azt hiszi, hogy hogy ő tud szeretkezni, meg ért hozzá, és semmi, semmi nincs az még, még csókolózni se tudnak az emberek. De tényleg, 40 évesen ezt tudom mondani, hogy csókolózni se tudnak az emberek. Bocsánat. Szóval fogok erről beszélni majd több órát, csak még a bátorságomat gyűjtöm, hogy a legszentebb szertartásunkról a szeretkezésről így lerántsam a leplet, és ne csak különböző egy millió forintos utazások során, meg ilyen titkos összejöveteleken kaphassál meg morzsai információkat, hanem egyszer csak így rázud, rátokzúdítok majd így mindent. És az lehet, hogy csak nem merem, mert nem tudom, még, nem tudom hogy hányan fognak érte megkövezni, meg gyűlölni. Szia Áron! De régen láttalak, valamikor remélem edzünk egyet. Bocsánat, beköszönt egy régi edzőtársam még a Csizsgyuri és hát az, az nagyon Különleges dolog, mert ritkán szoktak így megtalálni. Szóval, hol is tartottam? Ott is tartottam, hogy a, a Kali-jugában az igaz mondásunkat támadják, és a, a, e, arra próbálnak bennünket rávenni, hogy szerepeket vállaljunk, hogy ez a maszk is most ez is erről szól. Na de miért kell maszkot hordanunk? Hát ez nagyon egyszerű. Tehát négy kaszt létezik, és ugye mindjárt az első hazugság ennek a kornak meg a médiának, hogy nincs kasztrendszer. De van, de kasztrendszer van. Méghozzá nem is akármilyen kasztrendszer van, mert hogy a kasztrendszerre régen azt mondják, hogy fú, abba bele kellett születni, de most bárki bármit elérhet, de ez nem így van most se. Tehát, hogy én nem leszek soha a miniszterelnök meg vezető, és ha megnézitek, azok, akik benne vannak a politikában vagy az irányításban, azoknak az apja, meg az anyja, meg a valakije már régebben is benne volt. Nem beszélve mondjuk az alkotmánybíráinkról, akik a kommunista rendszerben is valakik voltak, vagy a különböző ilyen dolgokról. Na de szóval akkor mi a, mik a kasztok? Tehát először is négy, négy, kaszt, négy, tudod, négy kaszt van. Az első kaszt az a munkások a védikus joga szentírások, fú, de régen beszéltem erről, elfelejtettem a szanszkrit nevét. Na mindegy, majd valaki beírja mindjárt, segítsetek. Sudrák, ez az. A sudra, a sudra, a munkás osztály. Mindenki sudra, nagyon egyszerű, aki két kézzel dolgozik. Tehát ilyen szempontból sudra a festő, sudra az orvos is, hiszen két kézzel gyógyít, de Sudra a, a, a művész, és mindenki munkás. És a munkásokra az a jellemző, hogy imádnak nyavajogni, panaszkodni, siránkozni. És csak egy dolog érdekli őket leginkább, az az érzékeknek a kielégítése. És ha terivágod a pocakját neki, meg egy fajta biztonságot tudsz neki adni, akkor Sudra az bekussol. Ugye ezért van az, hogy a jelenlegi kormányunk zseniálisan... 3000 forintért megveszi a szavazatokat. Mert akkor ott az ember, vagy tízezerén, mert akkor ott az ember nem érdekli, hogy mi van, hát kapok tízezer, hát persze, hova tegyem az X-et, nem? Mert ez a sudra szint. És a következő, az a vajsja, ez a következő kaszt, köszi Zoli, Zoli is tudja, ez a vajsják, ők a kereskedők. És a kereskedőkre az a jellemző, hogy az anyukat is eladják, bármiből pénzt tudnak csinálni, és mindent csak így tudnak látni, hogy mi az, amit adok, és mi az, amit kapok. Minden kasszak az erőssége is, meg a gyöngéje is, ami van. És arról beszélünk, hogy hogy lehet majd kasztot váltani, vagy mi történik éppen most a világban. <kül> Mert hogy most a kereskedők irányítanak, ugye kapitalizmus van, de nem szaladunk ennyire előre. Szóval a kereskedőknek az érték az a a, igen, a sudráknál az érték az, a, az az élvezet, tehát annál hatalmasabb valaki, vagy annál jobban tisztelnek valakit, minél nagyobb élvezetben van része. De fú, ez egy koronával, palotával, akik BMW-vel jár, akkor ez maga az Isten, képesek így gondolkodni. A valságnak megint az van, hogy minél több a vagyon, annál uh, nagyobb a hatalom, vagy annál erősebb az ember, tehát őnek meg a bankszámla a számít, és az alapján ítélnek meg másokat, vagy látják a világot. Szóval jönnek a satriák, a harcosok, a vezetők, és a satriák, ők uh, tulajdonképpen ők a királyok, de egy kis falunak a vezetője is egy satria tud lenni őket az érdekli, hogy hány embernek tud uh, parancsolni például, mekkora hatalma van. Aztán vannak még a brámannák, ők pedig a tanítók, akik pedig a akiknél a megvalósítás számít. Tehát, hogy ő neki nem érdekli, hogy mennyi pénzed van, nem érdekli, hogy uh, mennyi élvezetben van részed, hova utaztál nyáron a feleséged, de azt sem érdekli, hogy hány embernek parancsolsz, őt az érdekli, hogy, <laughs> tudom én, Tudsz-e parázsot tenni? Hogy hány percig tudod bentartani a tűzben a kezedet? Vagy tudsz-e parázsol járni? Vannak-e megvalósításaid? Vagy amikor azt mondják, hogy hülye vagy, akkor ideges leszel el. Vagy amikor szájba vernek, akkor elájulsz -e. Vagy azt mondod, hogy nekem semmi bajom köszönöm, én pap vagyok. És a legfontosabb, hogy egy darab tanítóra, a matek, most jön a matek, most figyelj. Egy darab tanítóra jut négy darab satria. Tehát egy tanítóra négy darab harcos jut, és egy darab ö, harcosra jut, négy darab kereskedő, és egy darab kereskedőre jut négy darab sudra. Na most, ha kiszámoljuk ezt, akkor az egy pap vagy tanár négy darab harcos, 16 darab kereskedő, és 64 darab ö, munkás. Ezt el tudod képzelni, tehát veszünk 85 embert, mert ha ezt most így összeadjuk, akkor az 85, legalább régen még annyi volt egyszer kiszámoltam. És 85 emberből egyetlen egy tanító van, és csak négy darab harcos, és csak 16 darab kereskedő, és konkrétan az értelmiségről beszéltünk, és a többség az a 65 darab ember, ők a munkások, akik semmi nem érdekel, csak a nyahajgás, a szenvedés, a kiabálás, a beszekedés és az érzékkielégítés. De most, amikor valaki ezen túl tud lépni, akkor ő tud, tud ezen fe, tud ebbe fejlődni, és, tehát ez nem, nem születés kérdése, hanem ez fejleszthető. Tehát ha valaki egy munkás kaszba születik, akkor ha nagyon jól csinál és dolgozik, odafigyel és akar fejlődni, akkor ő belőle kereskedő lesz. Aztán a kereskedő, ha jól csinálja, és jó a biznisz, és valami egyre több embere lesz, utána már nem tud kereskedni, mert már irányítani kell a saját kereskedőit, tehát satria lesz. És amikor már annyi embere van, hogy uh, satria, hogy annyi embert vezet, hogy már má arra sincs ideje, hogy uh, hogy uh, ezeket az embereket irányítsa, hanem már csak jönnek hozzá problémáikkal a tanításért, akkor meg brámana. De most az, hogy ő milyen minőségű, meg milyen tudású brámana, az, az teljesen mindegy. A lényeg itt a, 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 a kaszt, hogy mivel töltöd a napjaidat, ha te nem tudod, hogy mit mi, mi melyik kaszba tartozol, ez nagyon könnyű, miből élsz. Ha abból élsz, hogy embereket tanítasz, akkor tanár vagy. Ha abból élsz, hogy az a munkád, hogy embereket irányítasz, és megmondod nekik, hogy mikor mit csináljanak, akkor egy satria vagy. Ha abból élsz, hogy dolgokat veszel és továbbadsz, vagy dolgokat értékesítesz, árusítesz, akkor egy kereskedő vagy. És ha abból élsz, hogy valamit csinálsz a két kezeddel, akkor pedig egy munkás. Ez ilyen egyszerű. Nagyon egyszerű. Nem nehéz. Ami viszont izgalmas, az az, hogy a, a munkásoknak az ideális rendszer a kommunizmus, a kereskedőknek a kapitalizmus, a satriáknak a monarchia, és most ne ijedj meg, de a tanítóknak az anarchia a, a, a rendszerük. És ez az anarhia, ez nem, 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 ez nem a pánk piros hajjal, bemindenezve fekszik a hányásába a mesztelen csajjal a csatorna partján, ez nem az az anarhia. Hanem ez az az zanarhia, ahol egy tanárnak nem mondja meg senki, senki, de senki azt, hogy ő mit fog tanítani. Hanem a tanár, a brámanára rá van bízva, hogy figyelj, te egy tanár vagy egy jó ember, neked van kapcsolatod Istennel, kérlek, akkor te Azt mond, ha leülsz, amit Isten küld neked, és mond, és beszélj, és taníts, és biztos tudjátok, hogy milyen ez, amikor mert családdal, biztos, hogy volt valami, leüti a gyerekkel, vagy leüti egy barátnőddel, vagy leüti egy barátoddal, elkezdtél be beszélni, és csak mondtad. Mert ez a négy kasz megnyilvánul a mi életünkben is, vagy bárkinek az életében. Tehát egy családon belül például minden férfi, minden apa az satria is, hiszen ő mondja meg a gyerekeknek, hogy mi van. Jó? Tehát, hogy ezek különböző szinteken vannak jelen az életünkben, de most társadalom szintjéről beszélgetünk, vagy beszélek. <coughs> Bocsánat. És tehát, hogy ez úgy néz ki, hogy a, a, az eredeti aranykorszakban, amit elkezdtem az elején mesélni, az aranykorban a brámanák vannak legfölül, a tanítók, és ők megmondják a satriáknak, hogy figyelj, most te ahhoz, hogy kapcsolatba kerül Isten, ezt ide építened kell egy templomot, Azt oda egy kórházat, oda küldened kell egy kis ezt, meg azt, meg amazt. És, akkor, és meg kell tanulnod, de így, meg így, meg így csinálni, meg úgy csinálni, és a satria meg igen, köszönöm, Brámán, de jó, de de de, 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 megtanulja, és akkor csinálja a dolgait. És akkor a satria volt a második, a harcos, ő megmondta a vajsiánk, hogy figyelj, adjál pénzt, mert azt mondta a pap, hogy templomot képítenem, mondom meg kórházat, hogy valamit csinálni kell. És volt a kereskedő, aki meg szólt a sudráknak, hogy gyerekek, munka van, csináljátok meg, gyerek templomot képíteni, meg kórházat, nem úgy van az, hogy csak itt henyélünk egész nap. Na de egy szép napon, amikor beköszöntött a következő korszak, váltottak ezek a dolgok, de egyébként nem, 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 nem olyan régen ám. Tehát, hogy az elmúlt az aranykorban, és az, az ezüstkorban, és a bronzkorban is még megvolt ez a rendszer, és amikor ez elkezdett csavarodni, megváltozni, az 5000 évvel ezelőtt volt, a kaliúga kezdetén, ennek a korszaknak a kezdetén, méghozzá ez a kamatos-kamat bankrendszerrel kezdődött, amikor már nem a tudás volt a fontos, hanem a, hanem a más, és ezt most elmesélem nektek, mert most ez történik velünk, tehát a, a COVID, a média, ami miatt aggódsz, az minden ennek a jelenségnek a megnyilvánulása, amit már több mint 5000 évvel ezelőtt leírtak, hogy ez így fog történni, kis barátaim. Ez így fog történni. Ezt leírták a szentírások, a proféták, elmondták a szentek, figyeljetek ide. Az fog történni, hogy a, a tanítóktól elveszik a tanítást. Az, az egész úgy kezdődik, ugye, hogy a Bagavad gitában biztos hallottatok már róla, ami ami tulajdonképpen csak egyetlen egy fejezete a Mahábháratának, ami meg ilyen hosszú körülbelül, a Bhagavad Gita 18. fejezete a Mahábháratának, ami egy még hosszabb indiai szentírás, bocsánat, és... Tulajdonképpen a Bhagavad Gita-ban Arjuna, van egy videó fönn a Youtube-on, nézzétek meg nyugodtan, nagyon érdekes, beszélek a Mahábáratáról. Tehát Arjuna, egy harcos, beszél Krishnával az Istennel, és mondja neki, figyelj, egy csatatéren, egy csatatéren, érted? Tehát Isten kiszekerezik a haverjával, aki egy harcos, tehát Isten haverja egy harcos, először is ezt most így beszéljük meg, jó? Csak, hogy így értsük, értsük hogy Isten nem nagyon barátkozik papokkal, meg mit, harcosokkal barátkozik, mert született meg. Mert ők értik ők tudják, hogy mit kell csinálni. Mindegy, hogy ki mit magyaráz, ez a helyzet, ez van leírva. És Arjuna mondja neki, hogy figyelj Krishna, itt áll a világ összes harcos ezen a kuruksetrai csatatéren. Ha itt megölünk mindenkit, az nem lesz jó. Mert, mert egy csomó nép vezér nélkül marad, egy csomó feleség fér nélkül marad, be fognak szennyeződni, és hülye gyerekek születnek. Hát nem így írja le, ez most a szabad fontításom. Nem mennek haza a férjek, az asszonyok, mindenkivel össze fognak feküdni, azt majd szűnek mindenféle kutyákat. Ez sem így írja, ezt is én mondom. Mondja, hogy nem ölhetjük meg a rokonainkat, mert hát milyen más, hogy kinyírom a nagyfatert, meg az unoka bátyámat, mert az éme ott van szemben, mégiscsak az unoka bátyám, nem tekerhetem ki a nyakát. Ez sem így írja, de ez van leírva. És még egy csomó mindent, körülbelül ilyen hosszan, beszél a Juna. És minden, amit mond Krisna, azt mondja, hogy nem, én ezt akarom, hogy ez legyen. Most kaliúga van, a vaskorszak következik, és ezért ennek kell történnie, ami most van. Hogy az embereket átverik, a hazugság lesz a lényeg, hogy, hogy nem lesz hűség, hogy nem lesz semmi, nem lesz kegy tisztaság, senkit nem fog érdekelni Isten, senkit nem, csak a pénz lesz az Isten, meg a hatalom lesz az Isten. És, 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 ezért elveszik, elveszik majd minden. ha ez az köszi, köszi, Levi beírta, te is a négy kasztot, jó vagy. hát itt van, aki még írt valami. Ez az, bocs. És amire ez bekövetkezik, a Kuruksetrai csatatéren magán két sereg, az úgy áll föl, hogy az egyik seregben a kauravák vannak, a másik sereg meg a pándavák, Pándóval 5 testvér, a Kaurava meg 108 testvér, és az ő apukájuk, az ők testvérek, Pándu és Dritarásta. De Dritarásta nem lehet a király, mert vak, ezért Pá... Na mindegy, bonyolult történet, van egy videó, elmesélek benne, minden most nem megyünk bele, mert végtelenig lehet minden, hogy mi miért, 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 miért történik. Most csak az a lényeg, hogy a Kuruksetrai csatatéren tulajdonképpen a két sereg, egy istentelen hadsereg, a kauravák, ők, ők, hát tulajdonképpen úgy élnek, hogy nem érdek, a saját boldogságuk miatt nem, na, mondja, inkább a pándavákat mondom inkább, tehát a pándavák csak úgy boldogok, hogy mindenki boldog lesz. A kauravák úgy boldogok, hogy nem biztos, hogy mások is boldogok lesznek. Ezt értjük. Tehát nőket erőszakolnak, mert ő neki az a boldogság, hogy megerőszakol valakit a lánynak, mert nem biztos, hogy jó. Nem mindig szeretik. Na. No. Általában nem. De van, amikor igen. Na mindegy, most ebben megint nem megyünk bele. A, a, viszont egy Isten, mondhatni, hogy egy istentele hadsereg a, a, az Istenesek ellen, nem is ez a lényeg, hanem mindenki meghal ezen a rohadt csatatéren, öt darab ember marad életbe, azok meg úgy eszik, a pándavák, azoknak meg úgy elege lesz az egész, hogy inkább főmenek a hegyre meghalni. Tehát tulajdonképpen az értékes, erős harcosok mind, mind ott pusztulnak, mind. És vezetőség, vez vezérek nélkül marad a név, és akkor átveszik a kutyák az irányítást, <coughs> átveszik az istentelen, megfordul a rendszer, már nem az lesz a sorrend, hogy tanítóval legfölül alatta, a harcos alatta, a kereskedő alatta a munkás, hanem a, a harcosok a, a papok fölé, a tanítók fölé kerülnek, és már a harcosok mondják meg a tanítóknak, hogy mi legyen és akkor hát a tanítók ugye belemennek akik életben maradnak, akik nem azoknak kivágták a nyelvüket a tátosainkkal is ez történt ezer évvel ezelőtt, mert a mi népünk még tovább húzta egy kicsit nálunk még megvolt ez a rend de a világ nagy részén ez kipusztult és azt mondták, hogy jó, akkor a, amit mi tanítani fogunk, csak azt fogjuk tanítani, ami a, amit a harcosok szeretnének, nem az pedig, amit a harcosoknak tanulniuk kell és itt ez egy nagyon fontos dolog, mert eltelik pár ezer év, és a tudás már csak az az értékes, amit a harcosok kiválogattak maguknak, és ezért elhűlnek. Mert amit kellemetlen volt megtanulni, azt nem sajátítják el. És akkor hopp, észbe kapnak a kereskedők. Ha gyerekek gyerekek észreveszik, hogy a harcosok már nem olyan okosak. Tehát be lehet húzni őket a csőbe, és akkor kezdődik a kamatos kamat rendszer, hogy elkezdenek a banká, ez nem volt, ez 1800-as évek, 1700-as évek, mikor kezdődött ez a kamatos kamat, meg ez a bankrendszer, ami, ami van itt most a világban, és az történik, hogy, hogy a kereskedők kölcsönt kezdenek el adni a királyoknak, persze nagy, 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 nagy összegeket, és amikor a király azt mondja, hogy nem fizetem vissza, akkor a, az egyik, a kereskedő ráküldi a másik királyt, aki szintén az adós, hogy figyelj, ez az ember nem akar nekem visszafizetni a, az adósságát, Nyom már le, légy szíves. És hát le is nyomják, tehát hogy körülbelül ez olyan szinten bedurvult egy pár száz év alatt, hogy, a, hogy az utolsó nemzeti bank... Ami, ami, a nemzeté volt, az Kuwaitban volt, ha jól emlékszek. Nem, Irak, bocsánat, Saddam Hussein, ugye mi úgy tartjuk, hogy ő egy terrorista volt, egy rohadék egy, és a többi, és a többi, és a többi. Csak azt nem tudjuk, vagy azt nem tanítják az iskolában, hogy Saddam Hussein és Irak volt az utolsó olyan ország és nép a földön, Akinek a, az iraki nemzeti bank, az iraki nép és az iraki vezetőnek a kezében volt. Tehát az iraki vezető döntötte, hogy most nyomtatunk iraki, mit tudom én, mi van ott pénzt, vagy nem. A világ összes országának a nemzeti bankja az már nem a nemzeti, az nem az övé. Tehát a magyar nemzeti banknak nincs magyar tulajdonosa. Azt értitek? Hogy a Kivonom még egyszer. A magyar nemzeti bank a magyar nemzeti az nem a magyar nemzeté. Nem, nincs közünk hozzá. Nem mi döntjük el, hogy nyomjuk e forintot, hogy új forint legyen, hogy mi az árfolyam, semmi közünk hozzá, mert ezt elvették tőlünk. Kivették a kezünkből, de nem csak a miénkből, hanem a világ összes népének a kezéből kivették ezt. Ugye az amerikaiak még nagy filmet is csináltak róla, az utolsó ilyen bankbevétel, a Sivatagi Vihar nevű akció, amikor lenyomták Irakot, meg kiirtották Saddam Husseint. És tulajdonképpen azok az emberek, azok a kereskedő családok, akiknek az egész a kezébe van, tulajdonképpen ők föntartják ezt a látszatot, hogy népek vannak, nemzetek vannak, nincsenek kasztok. De tulajdonképpen ez a pár kereskedő család, ez irányítja a világot. És most ez nem összeesküvés elmélet, hanem ez az igazság. És kezdhetsz vele bármit, de azon még, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem a Magyar Nemzet, és nem tudjuk, hogy kié, mert, nem nem, mert menj fel a netre, próbáld meg megtudni, hogy kié, nem fogod megtudni, mert ezek az emberek árnyékban szaladgálnak, és amikor ez megtörtént, akkor megváltozott megint a rendszer, vagyis a kereskedők belőzték a tanítókat is, meg a harcosokat is, így az lett, hogy kereskedő harcos, tanító, munkás, és akkor mivel a kereskedők se kapták meg a tudást, ezért ők is elbutultak, mind a harcosok, hm. és az történt, hogy a munkások ezt észrevették, azt lenyomták a picsába. Akkor kezdődött a kommunizmus. Bizony, bizony. Nem is olyan régen még van, van itt egy páran, akik még tapasztalhattátok élőben. És a kommunizmusnak ugye az a lényeg, hogy mindenki egyenlő, mindenki dolgozik, mindenki, mindenki, mindegy, elméletben, természetesen. És hát Magyarországon is kommunizmus volt, ugye ez volt a világ mély pontja, amikor a munkások irányítottak, alattuk voltak a munkások alatt a kereskedők, alattuk voltak a harcosok, és tehát megfordult az egész. Legalul volt a tanító, aztán második a harcos, aztán a. Ö, kereskedő és a munkás iránytott. Tehát az eredeti sorrend teljesen megfordult, ekkor születtem meg. Sőt, ti is. Ekkor születtetek meg. Amikor a világ teljesen meg volt fordulva. Ti, akik most itt éltek velem, mi ebben a korban születtünk meg, amikor ez a rend, ez meg, ez le van írva 5000 éve, 5000 éve leírták, hogy ez így lesz. És 90-ben, amikor rendszerváltás volt, akkor elindult ez így visszafordulni, mert hogy ez nem így egyik pillanatról másikra fog megváltozni, meg visszatörténni, hanem ez évek, tíz évek, száz évek, akármennyi lehet. Én most abban bízok benne, hogy nem lesz olyan sok. És 90-ben már megfordult, 90-ben, amikor váltottunk kormány, meg kommunizmus, az így eltűnt a világról, szinte majdnem mindenhonnan még egy-két országban fönn van tart, hogy sudrák irányítanak. Például Kína. Ami azért, nem olyan, ami azért nem olyan, megnyugtató, hiszen két élnek, és mindent ők termesztenek. Sőt, a jelenlegi háborút konkrétan ők még mindig vívják ezzel a koronavírussal, hiszen az egész világot fölvásárolták, amikor rápánikoltak a külföldi cégek, a kínai. Ugye mindenki Kínába telepítette a gyárát, a cégét, mert Kínában rengeteg a börtön, és rengeteg börtönmunkás van, amiről megint nem tudsz, meg nem beszélnek róla, de a legtöbb kínai termék nem azért szarminőségű, mert szar minő, azért mert börtönbe gyártják, a börtönlakó meg örülnek, hogy csinálják, és tök jó. És ők látják el az egész világot, tehát hogy még azért mindig itt a, a munkások irányítanak, tehát hogy még mindig nem volt meg ez a nagy váltás, de már a világ nagy része a kapitalizmus felé kezd menni, tehát a kereskedők megint átvették az irányítást, viszont kezd kicsúszni a kezükből, mert mert nem a tanítók tanították őket, az igaz tudású tanítók, ezért el vannak butulva, és semmi mással nem tudnak irányítani, mint félelemmel és rettegésben tartással, és konkrétan, amikor föl lett találva a technológia, a média, minden erről szól neked, hogy félj a rendőrtől, félj a buziktól, félj a kurváktól, félj a koronavírustól, ha nem félsz ezektől, akkor féljél a, a marslakóktól, ha ezektől se, akkor féljél a becsapódó aszteroidától, ha nem félsz ettől sem, akkor fél a plusz kilóktól, ha ettől sem félsz, akkor fél attól, hogy nem vagy szép, ha ettől sem félsz, akkor fél attól, hogy nem tökéletes a párod, ha ettől sem félsz, akkor fél attól. Tehát valami, van 8-10-20, és ezek ilyen vetésforgóba így váltják. A hétfőn rendőrök a ruhadékok, kedden írunk a a szénhidrátnak, vagy a tejnek a halálos hatásairól, vagy a cukornak a halálos hatásairól. Szerdán bedobunk egy ö, merényletet, csütörtökön lehet egy kis ö, csütörtökön, jöhet az aszteroida, pénteken lehet egy kis párkapcsolati rettenet, szombaton valdízni, vasárnap istentőféjé, ugye? És hétfőn kezdődik előről, vagy, vagy, vagy és ezt nézed, tehát ha, ha van tévéd, ha olvasol újságot, akkor, <kül> hogy beszélgetsz materialista, uh, hétköznapi emberekkel, akkor tulajdonképpen az ő életük az erről szól, meg hát lehet, hogy a milyen kis, mert mert az, hazudnék, ha azt mondanám, hogy én minden pillanatban fölötte tudok lenni, de ne, néha nem, tehát amikor az én kést, én torkomhoz teszik a kést, akkor, akkor az ütök, én is, tehát, hogy na, <laughs> érted? Na, na mindegy, nem megyünk most ebbe bele. A, mert hogy a lényeg az, hogy most megint kapitalizmus van, most megint átvette az irányítást a, a, a kereskedőrendszer, és ők fél, fél, félni, félni tanítanak, rettegéssel irányítanak bennünket. És ami most van, amit most látunk, az az, hogy a satriák, a harcosok megpróbálják a kereskedőktől átvenni a hatalmat. Na most ebbe az a szomorú, hogy bármennyire is rózsaszín a szívünk, a harcosok általában nem szeretettel, vagy békével veszik át az irányítást. Főleg, ha nem kaptak jó képzést tanítóktól, brámanáktól, akik megtanították volna őket szívvel harcolni. Tehát ami most éppen van, hogy diktatúra meg irányítás, én, én, hálát adok az égnek, hogy csak ennyi van, ami még van. Azt ki tudja, mivé fog fajulni, de hogy éppen most az történik, hogy a kereskedőktől átveszi a harcos kaszt az irányítást, és onnan már csak egy lépés lesz, hogy újra a táltosok, a újra a papok, újra a tanítók irányítsanak, vagy mondják meg, hogy minek kéne történni, és, és akkor helyreáll a rend. Az a rend, ez, ez egyébként nem akarok elkeseríteni benneteket, ez valószínűleg nem a mi életünkbe fog megtörténni, tehát mi, amiben beleszületünk, mi a legaljába születtünk, amikor a munkások fölötte voltak mindennek, és most, most szerencsések vagyunk, hogy megélhettük azt, hogy egy kasztváltásnál most éppen a kereskedők, hogy egy kereskedők irányítják most a világot, és el fog veszni, el fogják veszíteni az irányt, és viszont azt tudni kell, hogy amikor valaki ragaszkodik a hatalomhoz, mindent megtesz, hogy meg is tartsa, és hát mi most ezért hordunk maszkot, <laughs> meg ezért, ezért fogják eltüntetni a kézi pénzt, és csak a kredit lesz. Ezért fogunk oltást, meg csippet kapni, ha hagyjuk. Tehát, hogy itt most arról beszélek, hogy ha hagyjuk. Mert az, hogy félsz, vagy hogy félni akarsz, azt, azt te döntöd el. Hogy akarok félni, vagy nem. Elhiszem-e azt, hogy ez valami, ez veszélyforrás, vagy nem hiszem el. Ezt te döntöd el. Jó, az eső, kimész, <laughs> esik egy ah, megint esik, tiszta Charles minden, fú de szal, be van borulva, rossz kedvem, vagy, vagy, vagy kimész, és hát, de jó, esik, a... de jó, öntözik a növényeket, sír az ég, örömével, hogy ősz van, de jó, milyen szép szürke az ég, a szentírások azt írják, hogy Istennek is ilyen Szí színe van, ezt te döntöd el, mindent te döntesz, elhagyott a csajom, vagy a pasim, de jó, Keressetek másikat, nem, nem, ez most rossz volt. De hogy de jó, hogy megmerj élni azt, hogy nem boldog velem, és elmegy, hogy ő boldog legyen, és azt kívánom neki, hogy, hogy legyen, hogy éljen, éljen boldogságban, és, 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 és találja meg az igazi szerelmet. Mert ha igazán szeretsz valakit, akkor miért akarnál neki rosszat? Na most kérdezem én. Ugye azért akarunk, azért, mert nem nem, 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 nem rendes tanárok tanítottak bennünket. Tehát most vissza fog állni ez az egész rendszer, de most éppen ott tartunk, hogy a kereskedők irányítanak megint. Így a kommunizmus után, és most kapitalizmus van. És hát ezért a harcosok rettenetesen frusztráltak, ugye már, <laughs> már, má, má, má nem tudnak mit kitalálni, hogy, hogy háború, hogy, 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 mi legyen, vagy megéljék magukat. A tanárok azok, azok még frusztráltabbak, tehát a tudás az nincs értékelve, nekem sincs munkám, a egyetekből gyűlt össze adomány a jurtámra is, ugye 2 millió forintot szerettem volna összegyűjteni, eddig 900 ezer forint megvan, amit hálásan köszönök, ugye a múlt heti bocsánat, szüli gyűjtöttem ezt a pénzt, mert egész egyszerűen be kellett zárni az iskolát, ahol tanítottam, mert elveszítettem egyrészt a helyet, másrészt elfogyott bele a pénzem, harmadrészt, hogy senki nem jön a koronavírus miatt, és a többi. És meg már én is megmutam, hogy marketingezzek meg, és a többi. Tehát most ez van, most ez van, most a kereskedőknek támogatniuk kell, meg a harcosoknak a tanárokat, és akkor gyorsan végbe fog menni az a, az a, az a változás, amire mind vágyunk. Mert mind vágyunk rá, de lehet, hogy csak a gyerekeink és az unokáink fogják ezt már megtapasztalni, hogy, hogy újra, hogy újra tiszta szívű, Istennel kapcsolatban lévő, vagy a Istennel kapcsolatban lépni akaró, vagy ebben segíteni tudó tanárok tanítsanak. Őszinte, igazmondó tanárok, akik, akik nem azt mondják, amit mondatnak velük, hanem ezért van az, hogy a, a brámanáknál az anarchia rendszer, hogy neki nem mondja meg senki. Ha neke, neki, azt kell mondanom, hogy ez a fa zöld, akkor neki azt mondom, de ha neki azt kell mondanom, ugyanarról a fáról, hogy figyelj, ez a fa ki. Hmm. Én neki. Akkor, akkor, azt fogja mondani. És utána meg jönnek hozzá, hogy mi van, te hülye vagy? Miért mondtad nekem ezt? Hogy az ződ az neki, meg miért mondtad azt, hogy kék? És akkor majd kiderül, hogy miért mondtam. Most ez egy nagyon hülye példa volt. Ezt, ezt elhiszem. Ezt el, nem volt teljesen átgondolva. <kül> de... De valami ilyesmiről van szó, valami olyasmiről van szó a világban, hogy ahhoz, hogy ahhoz, hogy uh, ugye azért kezdtem ezt mondani, mert most egy aranykorszak van megint itt ebben a uh, vaskorban, 5000 évvel a Kaliúga után elkezdődött egy újabb aranykor, ami 10.000 éves. Tehát azért lehetünk nagyon-nagyon szerencsések az ősi írások, meg szentírások, meg minden szerint, mert ebben a korszakban, amiben most vagyunk, itt most lesz ebben a 275 ezer évben egy tízezer éves ilyen kis szemvillanásnyi aranykor, és eb, ennek vagyunk a hajnalán most, az aranykor hajnalán élünk. És ezért hiszek benne, hogy nem biztos, hogy kell száz meg ezer meg tízezer év ahhoz, hogy helyreálljon a rend, hanem simán el tudom képzelni, hogy ez, ez létre tud jönni itt is, akár Magyarországon, akár jövőre. Jó, jövőre nem, de egy pár éven belül. És semmi más nem kell hozzá, hogy te úgy ide, te úgy dönts, hogy az aranykorban szeretnél élni. És ahogy az aranykorban szeretnél élni, akkor ez azt jelenti, hogy elkezded gyakorolni a darma elveit, a tisztaságot, a kegyet, a lemondást, az igazmondást. Elkezdesz dolgozni magadon, elkezded nézni, hogy ne legyenek dűrohamaid. Azért ezt mondom először, mert én, ezzel kezd, én is ezzel kezdtem ne verjék agyon mindenkit, aki nem tetszik, vagy aki beszól, vagy aki árt nekem, vagy, 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 valami, hanem szeretettel tudjak fordulni felé. Aztán jön a következő dolog, hogy ne legyek irigy, anya? ne legyek kélyes, dühös, kédű, -düh? móság, irigység, illúzió, büszkeség, hogy ezen a haton dolgozzunk magunkban, és el tudjuk kezdeni látni Istent, hogy akarjuk látni Istent, hogy egy szerelemben éljük az életünket, egy szertartásban éljük az életünket, mert, mert ráadásul, ha már ezt hallgatod, amit mondok, mi magyarok vagyunk a kiválasztott nép. Nem azért, mert nagyképű vagyok, hanem azért, mert amit elolvastam az összes szentírást. Ott mindenhol azt mondja, hogy, hogy Isten a kiválasztott népnek zöld földet folyókat, termőt, földet adott, és ha most körbenézünk a világon, egyetlen egy nép van, amelyik ilyen helyen él, mi magyarok. Az összes többi. Hát nézd meg a, mit tudom én, a Korát. Honnan jön az? Hát Izrael. Mi Izrael mi? Hát egy sivatag, Ha nézd meg a Talmudot, meg a, meg, a, meg a muszlim írásokat. Igaz? Melyik nép él ott? Hát mi van ott, ahol ezek a népek lének? Hát sivatag, tesó. Ez van. Nem azért megkötözködni akarok, de hát vagy én. Vagy a kínaiaknak van igaza, meg ők a... Hát mi van Kínában? Hát ad meg még nagyobb sivatag az egész szint. Tehát alig van élet. Hát úgy -e szaporodtak, hogy főzabáltak mindent, mind a sáskák. Mi magyarok meg itt élünk a Kárpát-medencében, ami zöld. Meg ha fogok egy krumplit, azt így eldobom, kinő a játszótére. Nem is kell ásni. <laughs> Értitek? De hogy mondjak még, <laughs> még egyet, a világ összes nyelvében azt, hogy Isten legalább két hang kimondani. Ugye még a szanszkritban is az, hogy om, az is két hang, ó és m. Magyarul viszont Isten kimondani, ez csak ennyi, hogy ő. És tudod, hogy kire gondolok? És ennél egyszerűbb nincs. Egyetlen egy hang. Ezért a mi tudásunk, a mi szavaink, amiben mi vagyunk, ez, az, ez, a legősibb, a leg, 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 legrégebbi dolog, ami létezik ez, ezen a bolygón. Mindegy, hogy ezen most tudósok vitatkoznak-e, vagy nem. Mert azzal, hogy ő, az elég nehéz vitatkozni. Ő, hogy Isten az ő, az a nehéz vitatkozni, mert hogy ez egy nyelvben sincs így. És a nyelvek, és a nyelvek fejlődése, az viszont minden tudós szerint úgy alakul, hogy hogy, ö, bocsánat, muszáj innom, meg, kiszáradok megint. Tehát ugye a nyelvek mindig úgy alakulnak, hogy <coughs> bonyolultabbak lesznek, tehát nem egyszerűsödnek. És elég elképzelhető, hogy ez, az, hogy ő, hogy a legfelsőbb az az ő, azt valószínűleg nem, nem vették sehonnan máshonnan, mert még csak hasonló sincsen egyetlen, egyetlen egy, Uh, valamiben zolíri Zoli írja az STN, igen, hogy STN ugye, hogy Satan, vagy Isten. Tehát te döntöd el, de az is egy csomó betű, egy csomó hang. Mert ez egy kettőség, ugye az, hogy ő, abban nincs rossz. Az ő, az egy jó, pozitív dolog. És amiért ezt az egész mai kis mizériát itt mondtam, az az, hogy nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy mi fog történni. Azt tudom, hogyha hogy, hogy nem, nem, félek a haláltól, nem félek a koronavírustól. Szerintem már meg is kaptam, nem is egyszer. És ö, meg barátaim is túl vannak ezen, vagy megkapták, vagy és a többi, és van, aki meg is halt. Olyan nincsen semmi probléma, ez az élet rendje. Tehát ha nem halt volna meg koronavírusba, akkor elütötte volna az autó. De most tényleg. Tehát most ezen parázni, hogy úristen, mi lesz, ez csak egy út újabb Ilyen ragaszkodás, hogy a hatalmon lévő kereskedő családok, akiknek az Isten áldja a lelkét, hogy még, hogy még nem vágták ki az én nyelvemet is. Ugye én azt gondoltam, gyerekkoromban, hogy nem fogom megélni a negyvenet. De azt itt vagyok. És beszélhetek hozzátok, mert aranykor kezdődik. És ez az aranykor, ez arról szól, hogy te az életedben az aranykorban vagy. Mondjuk az aranykorban az emberek csak jót mondanak egymásról mert hogy miért hallgassam azt, hogy valaki fikáz valami harmadikat, aki nincs is ott, nem? Tehát ha valaki fikáz egy harmadikat, aki nincs is ott, akkor azt erősíti magában, amiről ő beszél. Tehát ami most arról beszélünk nektek, hogy figyelj, izé, milyen hülye meg a nem tudom én kicsoda, milyen... Uh, izé, és ezt hallgatnád fél órát, akkor most fél órán keresztül mosnám az agyadat, hogy te is egyre hülyébb legyél. De én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy válaszd Istent. Gondolj Istenre, Válaszd a jót. Találd meg a, 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 pillanatban a szerelmet, a szertartást, hogy, hogy fürödj úgy, hogy Istennel vagy kapcsolatban, hogy most úgy fogad, hogy tudatosan csinálod, hogy, hogy, hogy járj úgy az utcán, vegyél úgy levegőt, hogy beszélj úgy a barátaiddal, a mindenkivel, lásd minden emberben, élőlényben az Istent, erre törekedjél, hogy, Bármi, amit csinálsz, az áhitattal és szertartással történjen, ne dűből, gyűlöletből, félelemből, meg rettegésből, mert akkor nem leszel boldog. És az aranykor az azt jelenti, hogy olyan emberekkel vagy csak kapcsolatban, akik, akik szintén így gondolkodnak. Én például az aranykorba élek. Tehát nekem a barátaim így gondolkodnak, így beszélnek, pozitívak, szeretik ezeket a dolgokat. Meg vannak tanítványaim, akik még nem, de igyekeznek ebbe benne lenni, meg vannak azok az emberek, akikkel nem foglalkozok, mert ők meg csak gyűlölködnek, bántani akarnak másokat, kihasználni másokat, és ezért nem az aranykorba élnek. Na most, aki nem az aranykorba él, az el fog pusztulni, vagy rettenetesen fog szenvedni, mert nagyon nehéz elviselni a szeretetet annak, aki, aki, aki nem szeret, <laughs> ha nem szeret saját magadat. Akkor, akkor senki más se tud szeretni. És ha nem szeretsz másokat, akkor saját magadat se tudod szeretni. Tehát ez az egész ez csak egy döntés, mint az eső, ahogy beszéltem, hogy kimész, hogy most hogy, hogy esik az eső ördörös, vagy esik az eső, wow, de jó, micsoda csoda. Ugyanígy, ha jön egy ember, aki valamit tesz veled, vagy mond neked valamit, akkor, akkor te döntöd el, hogy belemész, abba, és most megint egy ős tanítás következik, belemész abba, amit nyom neked a média, a kereskedők, hogy minden történetnek három szereplője van, egy elkövető, egy megmentő és egy áldozat, mert amíg ebben a hármas szerepegységekben látod a világot, meg az életedet, meg a minden, meg a szentírásokat, addig nem fogod meglátni az igazságot. Ugye már beszéltem erről, hogy a <coughs> bocsánat, ősi szentírásoknak a megértése, vagy a tanítása, vagy a tanulmányozásánál is egy, egy ilyen nagyon fontos dolog az, hogy ne így néz, hogy ki van elkövető, megmentő, meg áldozat, mert a szentírások azért hajlamosak a virágos nyelvükkel így beszélni, hogy és a nagy szent, aki 20 centivel lebegett a talaj fölött, akkora a szent volt, és hatalmas nap aranykorong volt a feje mögött, mert úgy ragyogott az igazságtól is a szívéből így potyogtak ki a szívecskék mindenfele, és, aki csak, és így írják róla oldalakon keresztül, és utána nem is olyan feltűnő, hogy megerőszakol egy lány. Mert utána már nem számít, mert három oldalon keresztül hallgattad, hogy micsoda jó fej, meg szent, és utána már kit érdekel, hogy a csónakba talál egy... Ha... Mert ilyen sztori is van, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen muni, aki akkor asztrológus volt, hogy kiszámolta az erdőbe egyedül él, egy őzbőrbe csavarva, lemondásokba, és számolgatja a világizét, és kiszámolja, hogy ha valaki abban az időpontban, pont amikor most ő van, azon a területen nem életet él, akkor Isten megszületik. Érted. És akkor elmegy, és nem talál más, csak valami kislányt, valami csónakba, egy hal halászlányt, és akkor megerőszakolja, mert figyelj, még van egy órák is, és most ennek meg kell történnie, hogy Isten megszülethessen a Föld, és megcsinálja, baszki. Simán megcsinálja. És utána írják, hogy megszületik valóban valami nagyszerű ember ebből a, ebből a nem életből. És most akkor hogy nézzük? Most akkor, hogy nem erőszak történt, vagy isteni elrendezés történt, most egyszer. Kit érdekel? Nem, nem, nem szabad így nézni, hogy van áldozat, hogy van elkövető, meg van megmentő. Úgy kell nézni, hogy volt egy öreg ember, oda ment a csónakhoz, azt érezte, hogy ő ha most szexuális életet fog élni, akkor meg, meghívja az Istent, ő most olyan erős, azt megcsinálta. Ezt írják a történet. De nem jó meg rossz, hanem így történt. Ugyanígy az összes többi dologban most ott volt Jézus is. Én Mert Jézusról beszéltem, az imádom Jézust, én a, nekem bizonyságom van hogy tök jó meg minden, de Hát azért nézzük meg, hogy ki volt ő, meg ő is mit csinált. Tehát, hogy most úgy kezdte, hogy hazament, azt nagyon verte a templomot, szétvert mindent a templomba. Tehát, hogy most tényleg, tehát, hogy most, ha belegondolsz a faluba, vagy a városba, ahol élsz, jönne valaki, hogy figyelj, van itt valami hülye gyerek, most jött vissza. Az anya ami kurva volt, azt mondják, mert főt csinálták, de a, annyira szerette a férje, hogy azt mondta, hogy az Isten csinálta föl. És most visszajött a gyerek, bement a templomba, szétvert mindent fehér ruhába, hosszú alja, a, és, és, utána bekopog ez a fehér ruhás hosszú alja az ajtodon, hogy szia, hoztam neked a, a, megváltást, a tanítást, akkor hinné neki? De most komolyan. Elhinnéd neki, hogy, hogy, hogy de figyelj, miért vertett szét tegnap a templomot? Hát beismerhettél volna, és mondhattad volna, hogy gyertek már ki, itt nem illendő árusítani. Igaz? Nem, Jézus bement, azt agyonvert mindenkit. És utána meg csodálkozunk, hogy csak 12 tanítványa volt. Igaz? Senki nem állt És még abban a 12 ből sem volt ennek se töke, hogy, hogy, hogy agyon verjen néhány rómait, nem? Vagy elbújtassa. Tehát nem tudták, nem tudták. Főfeszítették szerencsétlen a keresztül, mert ő volt, az ő volt a bűnös. Akkor mindenki azt gondolta, hogy ő a bűnös. Most magyarázzuk a úgy próbáljuk ideologizálni, hogy ő ki volt, meg ki, ki micsoda volt. És ugyanez a helyzet az összes többi történettel, vallással, irányzattal. Fogok erről majd egyszer beszélni, ez egy nagyon összetett dolog, hogy, hogy ez hogy néz ki, de imádni fogjátok, komolyan mondom, mert én is imádtam, amikor ezt így leszedtem az égből, meg a szentírásokból megfejtettem. Nem is tépem nagyon tovább a szót, szóval ennyit szerettem volna ma mondani nektek, remélem, hogy tetszett, a, tetszett amit mondtam. Most még lehet, hogy fogok holnap is, vagy hát minden nap így a héten bejelentkezni, amíg itt vagyok, Taron, mert van ilyen kis beszélőkém, és jövő héten nekiállok már a Jurtát építeni, mert egy Istensátrat szeretnék létrehozni, mint régen az összes ősi írásban, ahol, ahol szabadon lehet élni, és ahol, amit, amit, amit ha van, csak összecsomagolok, azt egy másik helyen fölépítjük. És egy ilyen Jurta, ez egy 9 méteres és speciális júrta lesz, hogy lehessen tudjak tanítani benne, mert én tanító vagyok, ugye most is azért pofázok, mert tanító vagyok, és nem tudok mit csinálni, mert egész egyszerűen szólok, beszélek, mert beszélnem kell. És nagyon hálás vagyok, hogy hallgattok, mert, mert, mert ilyenkor én, én, ilyenkor föltöltődök minden, hogy egy asztalos, ha kimegy és kifarag valamit, akkor boldog lesz. Én ha beszélhetek, a taníthatok, én akkor leszek boldog, akkor érzem azt, hogy wow, de jó. Főleg, hogy azt gondolom, hogy nem hülyeségekről beszélek, hanem az élet igazságairól, a világ boldogságról, arról, hogy, hogy ne féljetek, ne féljetek boldogok lenni, ne féljetek Istent választani, ne féljetek, ne féljetek saját magatokat szeretni, ne féljetek boldogok lenni, ne féljetek betegek lenni, és ne féljetek meghalni. Ne féljetek, ne féljetek a haláltól. A halál bármelyik nap jöhet. Múlt héten meghalt két barátom, egy most haldoklik. Bármikor jöhet. Nekem is volt annyi halálos élményem. Arról is van fönn a YouTube-on, azt hiszem, egy videó, a Halálbeavatás, vagy a mi esmi a címe. Tehát, hogy, 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 hogy ez így jön, azt mondják, hogy a halál úgy jön, mint a tolva, és mind ettől, és amíg félünk tőle, addig rettegünk, de minden este meghalunk, és minden reggel születünk Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb és minden nap az utolsó. Ezért ne legyél rohadék senkivel, ezért ne, és szeres, békülj ki most, most a haragszol valakivel, ha megbántottál valakit, ne legyél rosszba vele. Nem tart sem eddig, de tényleg. Tehát ez az, aranykor így kezdődik, hogy szeretetben élünk. Szeretetben élünk, és és, 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 nem szentimentalizmusban, nem arról beszélek, hogy most neked mindent el kell tűrni, hogy valaki üljön, le. De ha, de ha te így végig gondolod a, az életed dolgait, és, és érzed, hogy lehet, hogy nem olyan uh, fontos, uh, hogy, uh, hogy lehet, hogy nem olyan fontos az, hogy uh, most elvesztettem a fonalat, mert Csabi bekérdezett itt is rád, hogy, hogy, hogy fönn lesz-e. Fönn lesz Csabikám ez a videó, elméletileg, mindjárt befejezem, és akkor elmentem. <laughs> Tehát, hogy visszatérek. Tehát hogy az, a, az a fontos, hogy, hogy hogy megtaláljuk minden pillanatban a boldogságot, a szerelmet, és egy ilyen csoportot, egy ilyen, ilyen embereket gyűjtsünk magunk köré, ilyen embereket hallgassunk, ilyen emberek könyveit olvassuk, ilyen emberekkel dolgozzunk együtt, ilyen emberekkel szórakozzunk együtt, Ilyen témákról beszéljünk a többi emberrel, mert ha nem ez történik, akkor beszéltünk a koronavírusról, meg a rendőrökről, meg a, meg a mindenről, a, ami, 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 amit a kereskedők, vagy hát azok a családok, akik nem tudnak irányítani, hoznak, hogy féljél. Tehát ha megnézed most is, hogy miről szoktatok beszélni az emberekkel, akkor vagy a félelemről beszéltek, vagy az, vagy a, vagy, vagy, vagy van, vagy az itt és a mostról, a jelenről. Tehát például, amikor kimegyünk az erdőbe sétálni, és az a halálom, hogy ő... És akkor mesél a munkájáról, érted? Meg a nem tudom, meg a mi történt. De hát tesó, hát itt a patak. Nézd, hogy csobog, imádom. Hát nincs két egyforma hullám, ahogy megy a, ahogy megy a köveken. És, és, és hát ez egy, ez egy, ilyen fontos, ez egy ilyen fontos, do hát, kumára. Megtisztelsz, hogy te is itt vagy. Tehát, hogy az ittben és a mostban való jelen lét az, ami igazából számít, és az aranykor az az, hogy ilyen emberekkel társulsz, az ilyen emberekkel barátkozol, szereted őket, ilyen párt választasz magadnak, ilyen munkát keresel, és ha most körülnézel az életedbe, és ez nem így van, nincs vele semmi baj, mert ez nem egyik napról a másikra történik. Ha igen állj be szerzetesnek valahova, vagy papnak, vagy akármicsoda, vagy ha kész lesz a jurtám, akkor nálam is elkezdheted bármikor az életet, majd elméletileg van egy ilyen terv, hogy egy falut is építünk, mert hogy sokan csatlakoztatok, és annyian segítettetek, meg küldtetek adományt, hogy hát nem megyek el háborúzni mégse, hanem azt mondom, hogy ha már egy felét összedobtátok a jurtának, akkor elkezdem csinálni, és akkor hát ha összejön még a másik fele karácsonyig, vagy valahogy megcsinálom, dolgozok, még én is most minden munkát bevállaltam, így ennyi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Föl fogom ezt a videót tölteni. Köszönöm azoknak, akik adomány gyűjtött, vagy küldtek a jurtára, meg a bármire igazából, ugye, mert hogy nincs bevételem tulajdonképpen, én abból élek, hogy tanítok, ha tetszett ez a videó, és egy pár forintot van kedvet küldeni a számlámra, akkor megköszönöm. De az se baj, ha nem, tehát, hogy nincs semmi probléma, Ez, ennek a világnak az a lényeg, hogy önzetlenül merjünk adni, önzetlenül, és szeretetből, és e, 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 ezt, ezt erről lehet beszélni, meg lehet gyakorolni, és a gyakorlással valóban megtörténik. Ennyit szerettem volna nektek mondani, mondanám, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében ámen, ugye még amikor a mormon voltunk, mindig így fejeztük be a, a sztorikat. De most csak annyit mondok, hogy Ádi nevében beszéltem, a magam nevében szóltam, ne haragudjatok rám, ha, ha olyat mondtam, amivel megsértettelek, vagy megbántottalak benneteket, vagy bárkit, nem állt célomban. Szeretem az összes harcművészetet, az összes fajt, az összes országot, az összes népet, mindenkit szeretek, de néha nem fogalmazok túl tisztelet tudóan, vagy valahogy így mert utca gyerekként nőttem föl, de az egész jó ma hamar. Na így, köszönöm szépen az Isten áldjon benneteket, mindjárt föltöltöm vissza rakósa, és akkor, és akkor vissza lehet nézni, meg a Youtube-ra is föltöltöm ezeket a leckéket elvileg, amíg le nem tiltják. De a legjobb az, ha leszeditek magatoknak, mert aztán ezekről, amikről én beszélek, leszedik, letiltják a francba, mert az igazságról szólok. Sziasztok, az Isten áldjon benneteket, Muszi.